Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a lelkeddel. Testvéreim, Urunk megjelenésének, vízkeresztnek van ünnepe. A hagyomány szerint ilyenkor megszenteljük a vizet, bűnbánatunk jelül magunkra hintjük, és kérjük a mindenható Isten bocsánatát. Kedves testvéreim, most könyörögve kérjük Urunkat, Istenünket, hogy áldja meg ezt a vizet, amit keresztségünkre való emlékezéssel akarunk magunkra hinteni. Ő, aki mennyei Atyánk, segítsen minket kegyelmével, hogy a tőle kapott Szentlélekhez hűségesek maradjunk. Könyörögjünk. Mindenható örök Istenünk, alázatosan kérjük irgalmadat. Áld meg és szenteld meg atyai jóságoddal ezt a sút, amelyet az emberiség használatára teremtettél. Te parancsoltad Elizeus prófétának, hogy sót keverne a vízbe, és így adjon a víznek termékenyítő erőt. Add, hogy mindazoknak, akik használják, testi-lelki üdvét szolgáljon, amire hintik, vagy amibe vegyítik, az tisztuljon meg, a gonosz lélek minden ártó hatalmától és megrontó befolyásától, és szent lelked jelenléte őrizzen meg minket mindenkor Krisztus a mi Urunk által. Könyörögjünk! Istenünk, Te az emberek üdvözítésre szánt legdrágább titokzatos ajándékaidat, misztériumaidat a vízből fakasztott számunkra. Hallgass meg könyörgésünket, árazd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező vízre áldásodat. Mindenható örök Istenünk, Te azt akartad, hogy az életforrásul és tisztulásunk eszközéül rendelt víz lelkünket is tisztára mossa, és az örök élet ajándékával ékesítsa. Urunk, ezen a Te napodon e megáldott vízből akarunk erőt meríteni. Fakaszt bennünk újból kegyelmet vízforrását, és védj meg minket által a minden testi-lelki bajtól, hogy megtisztult szívvel mindig közelebb jussunk hozzád, és elnyerhessük tőle üdvösségünket. Add, hogy ez a teremtményed mennyei ajándékait szolgálatában űzze el a gonosz lelkeket, tartsa távol a betegségeket, és hordozza magában az isteni kegyelem hatékony erejét. A hívek házában, vagy bármely helyen akármit is érint, vagy meghint ennek a víznek cseppje, az legyen egészen tisztává minden ártó hatalomtól mentesség. Ne üthessen tanyát ott a gonosz lélek, ne verjen gyökeret a rontás szelleme, szűnjék meg a belopakadó sátán minden cserszövése. Ennek a víznek hintése által távozzék és szűnjék meg minden titkos kór, ami a házlakóinak épségét vagy nyugalmát veszélyezteti. Add, hogy szent neved segítségül hívásával kért épségük és üdvösségük minden támadással szemben védelmet nyerjen Krisztus a mi Urunk által.
Dincs meg engem, Uram, és zsúfal, és megtisztuló, most meg engem is, fehérem leszek a hónában. Dincs meg engem, Uram, és zsúfal, és megtisztuló, most meg engem is, fehérem leszek a üdvösségünk védelmét, reménységünk biztonságát és hitünknek megerősödését Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek! És kinyilatkoztattad nekik egy szülöttedet.
Add meg jóságosan, hogy szent színed látására jussunk az örök dicsőségben, miután a hitből már itt megismertünk téged. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad állatod, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Kelj föl és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége fölragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támad fényességhez, hordozd körül tekinteted, és lásd, mind egybegyűlnek, és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból érkeznek, s leányaidat karonfogba hozzák. Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől, és kitágul, mert feléd áramlik a tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el Mádián és Efa dromedárjai. Mind Sábából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicsőségét zengik. Ez az Isten igéje. Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden nemzete. Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden nemzete. Istenem, ítéletet add át a királynak, és igazságodat a király fiának, hogy igazságosan ítélkezzék népeket, és méltányosan minden szegénye. Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden nemzete. Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, míg csak a hold meg nem szűnik. Uralkodik tengertől tengerig, a folyótól a földkerekség határáig. Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden nemzete. Tarzisz és a szigetek királyai ajándékokat hoznak, Arábia és Sáva királyai adományokkal közelednek, minden király levonul előtte, és minden nép neki szolgál. Hódoljon Istenem, a föld minden nemzete. Megszabadítja a szegényt, mikor kiált hozzá, a nyomorultat, aki nem segít senki, kiméli a kicsint és a gyengét, a szegényeket megsegíti. Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden nemzete. Szent lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát, amelyről korábban nem tudtak az emberek,
de most a lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok és társörökösök tagjai az egy testnek, és az evangélium által részesei az ígéreteknek. Ez az Isten igéje. Halleluja, 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 halleluja. Láttuk napkeleten csillagát, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Herodes király idejében Jézus megszületett a júdai Betlehemben, íme napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták. Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte. Meghalotta ezt Herodes király, és megrémült, és vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a messiásnak. Azok így válaszoltak. A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a proféta, te Betlehem Júda földje, bizony nem vagy a legkisebb Júda nemzetségei között, mert belőled jön ki a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek. Erre Herodes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe. Menjetek, tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felül, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is elmegyek, hogy hódoljak előtte. Ők pedig miután meghallgatták a királyt, elindultak. És lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, még meg nem állapodott a ház fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott látták a gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincses zsákjaikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmokban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza országukba. Ezek az evangélium igéi, áldunk téged, Krisztus. Krisztusban, kedves testvérek, Urunk megjelenése, vízkereszt ünnepe, nyilvánvalóvá teszi a messiás eljövetelének minden ember számára való érvényesség. Az egész karácsonyi ünnepkör, a Szentestétől a mai ünnepig csodálatos módon mutatja Isten és az ember újszövetségi nagy találkozásának történetét, hogy a mindenható, teremtő és irgalmas Isten karácsonyi csendes és szegényes éjszakáján elindul a tőle elszakadt, a bűnben elmerült ember után, hogy megmentse, hogy megváltsa, hogy fölemelje elesettségéből, hogy új reményt és új jövőt adjon számára. Fokozatosan mutatja be fiát a világba. A betlehemi éjszaka csendes csodájáról
két jelet küld Isten az ember felé, egy természet fölötti és egy természetes jelet. A természet fölötti jel az angyalok megjelenése, az egyszerű és szegény pásztoroknak, amikor is az Isten hírnökei, hisz ezt jelenti az angyal kifejezés, hírül adják a pásztoroknak a nagy eseményt, hogy földre szállt, hogy földre lépett az Isten. A másik jel a természetrendjéből való, egy csillagászati esemény, melyet a ma ünnepelt keleti bölcsek, tudósok kapnak, melynek nyomán előbb. Mindkét jelre pozitív válasz érkezik, a pásztorok is, a bölcsek is, az egyszerű és szegény pásztorok, a gazdag és okos tudósok is elindulnak a jelek nyomán. Kedves testvérek, a napkeleti bölcsek története számos komoly üzenet hordoz mindannyiunk számára. Az ő történetük mutatja számunkra egyrészt azt, hogy Isten jelei ebből a természetes világból is kiolvashatók, és nem kell szenzációs csodákra várnunk, hogy elhiggyük Isten létét és jelenlétét ebben a világban. Másrészt Isten hívó szava, az Isten gyermeki létre való meghívása minden ember számára elérhető. Nem csak a buta, egyszerű emberek számára van szükség Istenre, vallásra, hitre, ahogy nagyon sokan és sokszor hajtották, és még ma is hirdetik, hanem igenis tanult, tudományban jártas emberek is felismerik, mint az évszázadok során nagy tudósok. Csak akár Einsteinre gondolhatunk, vagy Szent Györgyi Albertre, de sokan mások is felismerték, hogy van valaki, aki mindeneket létrehozott, és a létben tart. Azt is üzenné a mai ünnep, a bölcsek története, és talán ez a legfontosabb, hogy minden nemzet számára szól a megváltás, hogy bár a választott nép fiai közé születik Isten egyszülött fia, de minden ember, minden nemzet, kis és nagy közösség, faj és nép megváltója érkezett közénk a betlehemi csendes éjszakában. Ez és ez a történet Isten és ember között azóta is zajlik. Isten azóta is küld jeleket, természetes és természet feletti jeleket, amelyekkel hívja az egyszerű és a bölcs, szegény és gazdag embereket egyaránt. A kérdés csak az, testvéreim, hogy észrevesszük-e ezeket a jeleket, és elindulunk-e azok nyomán. Nyomába szegődjünk-e a betlehemi csillagon. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy modern világunk emberének a füle és a szeme, de leginkább a szíve nem fogja fel Isten jelzéseit, mert a gazdagság, pénz, hatalom, karrier, stb. Süketti és érzéktelenné teszi az embert Isten üzenetére, jelére. Mi tanuljunk, kedves testvérek, a napkeleti bölcsektől, keressük mindig Isten szent jelzéseit, szegődjünk a nyomába, köteleződjünk el a csillag mellett, az ő csillaga mellett, és akkor meg fogjuk találni az üdvözítőt, megtaláljuk a mi békénket, a nyugalmunkat, és főként végső boldogságunkat. Amen. Hiszek az egy Istenben, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten
a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberének. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Kérjük testvéreim a mi Urunkat, hogy vezessen minden népet az igaz hit világosságára. Dicsőséges megjelenésed, ébresszen hitet az egész világon. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg, Urunk! Világosságodra találjanak rá azok is, akik még nem ismernek téged. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg, Urunk! Isteni tanításod vezesse el a népeket és vezetőiket az igaz egyetértésre. Hallgass meg, Urunk! Hit aranyával és az imádság tömélyén füstjével és az áldozatos szeretet mirhájával hódoljon előtted szent néped. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg, Urunk! Boldogságot fényét sugározz otthonainkba. Hallgass meg, Urunk! Mennyei Atyánk, te elküldted fiadat, hogy általa üdvözüljön a világ. Add, hogy mindenütt felragyogjon az igaz hit világossága, és egyházad minden népet egybegyűjtsön el nem múló országodba, Krisztus a mi Urunk által. Thank you.
áldozatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk, tekints jóságosan egyházad adományaira, már nem aranyat, tömjént és mirhát hozunk elé, hanem magát, Jézus Krisztust, akit ezekben az adományokban vallunk, feláldozunk és magunkhoz veszünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Adjunk hálát Úrunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk szentséges, Atyám, mindenható, örök Isten, Te Krisztusban ma kinyilatkoztattad a nemzeteknek üdvösségünk titkát, hogy a világosságára adjon rájuk, és amikor fiat halandó testünkben megjelent, halhatatlanságának fényében újjáalkottál minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körülálló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséged himnuszát zengik, és velük együtt, vég nélkül énekeljük. Világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz minden, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy a teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
a vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkét szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyességgel, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenten együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben, földi zarándok útján járó egyházadat, szolgálod Ferenc pápánkat és Csaba érsekünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan, a világon szétszórodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztusunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd minden hatvagyja Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljük,
míg reménykedve várjuk az örök boldogság, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttél. Mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a föld. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus béke fejedelme, ne védkeinket nézd, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szépül egymással. Legyen békesség Krisztus mindenkor. A szentáltásban lelkünk üdvösségére. Akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy vándékon jöjjön, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az Krisztus test, őrizze meg engem az örökét. Thank you.
láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy ajándékainkkal imádjuk az Urat. Könyörögjünk! Kérünk, Urunk, járj előttünk mindig és mindenütt mennyei kényességeddel, hogy a tiszta lélekkel szemléljük a misztériumot, amelynek részesévé tettél, és tiszta szívvel fogadjuk magunkba Krisztus, ami Urunk által. Hirdetem a kedves testvérek, bár elfedtem megint a hirdetést, de majd fejből mondom. Tehát hétfőn és kedden, a szokott rendszerint reggel 7 órakor lesz majd szentmise, csütörtökön délután szentségimádás és szentmise, pénteken reggel, szintén 7 órakor, és jövő szombaton délután 5 órakor szintén előesti vigiliás szentmise lesz. Már az évközidő fog kezdődni, holnap lesz Urunk megkeresztetése ünnepe, és most ezzel a hétvégével így lezárul a karácsonyi idő, és új időszak kezdődik, az évközi időszak, a farsang időszaka. Házadás igényeket kérjük, mielőtt tovább is kérem, hogy jelezzék, valamint a szentmise szándékokat kérjük bejegyeztetni a 24-es évben. Azt mondod, legyen veletek! Benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise végetén, menjetek végével. Istennek legyen hála. Jézusom, lelkek örök pásztora, tekintsél gyarmas szemmel, szeretett nyájában. Urunk, mint nálát sírunk előtte, kérünk véget, a boldogságos az anya, a magyar